Jó reggelt kívánok, kezdjük a mokkát. Orbán Viktor személyesen gyűjti az aláírásokat első kampányútja során Egerben. Nyitvai Zsoltal, a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselőjelöltjével közösen kereste fel a választópolgárokat. Erről Facebook oldalán több fotót és egy videót is posztolt. Nézzünk bele ezekbe a felvételekbe, utána pedig Deák Dániel politológussal, a Figyelő főmunkatársával beszélgetünk a témáról. Hát ez nem igaz. Orbán Viktor Egerben kezdte meg országos kampányútját, hogy aláírásokat gyűjtsön Nyitrai Zsoltnak, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőjelöltjének. A kormányfő erről saját Facebook oldalán számolt be. Az egriek nagyon meglepődtek, amikor a miniszterelnöknek nyitottak ajtót. Azért hoztak, hogy a Nyitrai mellett kampányolja. Én lennék az. Igazából nem is lenne szabad beülnünk, mert megyünk egyik házról a másikra. Hát ez nem is igaz, hogy én Orbán Viktor mellett. Néhány helyen az egész család összegyűlt, hogy találkozzon és közös képet készítsen Orbán Viktorral és Nyitrai Zsolttal. Azért jöttem, hogy kampányolok a fiatal ember mellett. Jó, csokolám. De az utcán is sokan megálltak, hogy köszöntsék a kormányfőt. Jó, örülök, hogy találkozhatunk. Bennünk kell tovább, mert nagyon örülök. Köszönjük szépen. Hajrá, Fidesz! Hajrá, Magyarország! Orbán Viktor egri programja végén a Fidesz-KDNP aktivistáival is találkozik. Ahogy az imént mondtam, vennéjük a témában Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatárs. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Mi az üzenete annak, hogy egy miniszterelnök egyszer csak így elkezd kampányolni, és kimegy házhoz, és aláírásokat gyűjt? Fontos megjegyezni, hogy ez nem az első alkalom Orbán Viktor esetében. Igen, ő ezt már csinálta korábban. A Modern Városok program keretében, ugye, amikor rendszeresen ellátogatott a megyei jogú városokban, akkor ő sokszor utcafórumot tartott, felállt a helyi padokra, és akkor ott több ember előtt tartott beszédet. Tehát Orbán Viktornál már ez egy bevett gyakorlat, és kijelenthető, hogy Magyarországon szinte ő az egyetlen egy olyan politikus, aki ezt meg tudja tenni, hiszen hogyha megnézzük a népszerűségi listákat, akkor Orbán Viktor azt magasan vezeti, és hogyha azt megkérdezik, hogy kit szeretnének a kormányfői székben látni, azt a listát is magasan Orbán Viktor vezeti, és ennek köszönhető az, hogyha ő kimegy az utcára, akkor ilyen jeleneteket láthatunk. Egyébként ezzel az eszközzel mások is élnek, most bocsánat, hogy egy picit ellentmondok önnek, most nagyon sok vezető politikus megy ki az utcára, és ilyen hordószónoklatokat tart. Tehát úgy néz ki, hogy erre most rákaptak a politikusaink. Igen, a személyes jelenlét az rendkívül fontos, tehát ilyen esetekben ugye látjuk, hogy elment egyes egyéni képviselőjelöltek mellett kampányolni, akkor ott, hogyha látják a választók, hogy a politikus nem csak a kamerákon keresztül a tévéstúdiókból beszél hozzájuk, hanem tényleg hétköznapi emberként megjelenik közöttük, akkor ez egy nagyon komoly felhajtó erő, hiszen ezzel azt mutatják a politikusok, hogy ők is egy közülük, és nincsen semmilyen olyan különbség, ami miatt megközelíthetetlen lenne. Az ilyen felvételek és az ilyen események azok egyértelműen növelik ezeknek a pártoknak a népszerűségét. Azonban visszakozza egy kicsit, hogy például ott van Bona Gábor, aki most egy luxus hotelben tartott sajtótájékoztatót és évértékelőt. Ő például ilyen jelteket nem mutogat mostanában. Mi alapján döntheti el Orbán Viktor, hogy ki mellé áll oda, tehát ki mellett kampányol? Orbán Viktor minden egyes egyéni képviselő mellett kampányol, több alkalommal. Csak hogy egyre hangsúlyosan nyilván most a kérdés erre vonatkozott. Igen, Nyitrai Zsolt esetében ő egy nagyon fontos pozíciót betöltő személy a Fideszen belül, és kerestek most egy olyan régiót, ahol lehet elindítani a kampányt, de Orbán Viktor már korábban más képviselőjelölt mellett is kampányolt, amikor például volt a 2016-os népszavazás, akkor is hasonlóan járt el. Várható ön szerint, hogy Orbán Viktor még valamit kitalál, mert ugye erről beszéltünk az előbb, hogy korábban ő már ezt csinálta, tehát kiment az utcára, elment házakhoz. Elképzelhető, hogy most valami új eszközt is bedob a Fidesz? Orbán Viktor többször például telefonon hívogatta a választókat, tehát egy ilyen esemény még elképzelhető, hogyha például a kampányhajrában telefonon mozgósít, de még az is elképzelhető természetesen, hogy más képviselőjelöltek mellett is kampányolni fog. Tehát ez egy bevett gyakorlat lesz várhatóan a kampányban. A személyes jelenlét az rendkívül fontos, és Orbán Viktor is tudja nagyon jól, hogyha ő személyesen kampányol, akkor annak sokkal nagyobb felhajtó ereje van, mint hogyha mondjuk csak a tévén keresztül kommunikál. Ebben biztos, amit most mondott, tehát épp ezt kérdeztem volna, és akkor kérdezem is, hogy ez hoz vagy víz, tehát hogy egy párt ennyire hangsúlyosan jelenik meg a kampányban, hogy a miniszterelnökét
küldi el kampányolni. Ez nem lehet, hogy egy picit erőszakos? Tehát ez kedves az embereknek, vagy inkább tolakodó? Mit gondol erről? Ez egyértelműen kedves, hiszen amiről beszéltem az elején, hogy Orbán Viktornak a népszerűsége az rendkívül magas, és kormányfői pozícióban is őt látnak a legtöbben, és ebből fakadóan, hogyha Orbán Viktor személyesen kampányol, jelen van a választási kampányban folyamatosan, az hoz a Fidesz KDNP-nek, hiszen Orbán Viktornak a népszerűsége általában mindig magasabb, mint a Fidesznek a népszerűsége. Ez más pártok esetében nincsen így. A Jobbik esetében például Vona Gábor jóval népszerűtlenebb, mint maga a Jobbik, és a baloldali pártok esetében is azt látjuk, hogy a párt elnökük, a párt vezetőjük, vagy a miniszterelnök jelöltjük, az nem mindig olyan népszerű, mint mondjuk a maga a párt. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz olyan párt, akik most benne vannak még a közéletben, és beszélünk róluk, és nem fogják tudni összegyűjteni a megfelelő mennyiségű aláírást? A aláírásokat azokat valószínűleg össze fogják gyűjteni, tehát azok a pártok, amelyek most a parlamentben vannak, vagy valószínűleg be fognak jutni a parlamentbe, ők össze fogják tudni gyűjteni az kellő számú aláírásokat. Azonban a MSZP párbeszéd esetében a parlamenti bejutási küszöbnek a megugrása most jelen pillanatban a legnagyobb kérdés. Tehát a választásnak az egyik legizgalmasabb kérdése az lesz, hogy az MSZP párbeszéd összefogásnak sikerül-e majd az a 10%-os bejutási küszöböt megugrania. A mostani felmérések alapján alapítványnak a legfrissebb kutatása alapján éppen csak a küszöb felett van most ez az összefogás, és hogyha a demokratikus koalíció, LMP, illetve a többi kisebb balliberális párt egy erőteljesebb kampány fog folytatni majd, mint az MSZP párbeszéd, akkor reális forgatókönyvé vált már az, hogy ez a formáció kiesik az országgyűlésből. Na hát, ha már ebbe belekapott, hogy mire elég, mire nem, 46 nap van a választásig, amennyiben jól tudom, és azt gondolom, hogy igen. Mi az, amire ez elég, és mi az, amiben már nem érdemes belekapni? Most már úgy tűnik, hogy ami jelenleg a párpreferenciákban látszik, az gyökeresen nem fog megváltozni. Itt az ellenzékre érdemes figyelni, a dominancia harc, hogy melyik ellenzéki párt fogja a legtöbb mandátumot szerezni majd a választáson. Itt egy nagyon éles harc zajlik, tehát míg 2014-ben elmondható volt, hogy az MSZP és a Jobbik volt, amelyik dominálta az ellenzéki térfelet, most már négy pártról beszélhetünk. A Jobbik MSZP párbeszéd mellett ott van a Demokratikus Koalíció és az LMP. A Századvének a legfrissebb kutatása alapján az LMP a teljes népességen belül már beért az MSZP-t. Ez azt jelenti, hogy itt négy nagyjából egyenrangú párt harcol egymással, és ez a küzdelem lesz majd a kérdés, hogy melyikük fogja a legtöbb mandátumot megszerezni, és az ellenzéki térfélen belül melyik párt fogja majd dominálni a versenyt. Hát meg az nagyon izgalmas kérdés, amit itt én feszegetek, amikor jönnek ellenzéki politikusok, hogy ki kivel akar összeállni, mert ugye erről nem nagyon nyilatkoznak, ugye mindegyik nagyjából 8-11% között van, de hát az egyedül önmagában nagyon-nagyon kevés. Maga mellé kell, hogy vegyen egy, inkább két még másik pártot, és ezt nem nagyon nyilatkoztatják, hogy ki lenne az. Igen, és fontos hangsúlyozni az MSZP esetében, hogy ott már egyéni harcok zajlanak, tehát közösségi játék, tehát hogy az MSZP érdekében teszek valamit politikusként, ez már megszűnt. És ezért van az, hogy egyes egyéni körzetekben az MSZP-sek külön egyeztetnek mondjuk a Jobbikos jelölttel, és lépegetnek vissza egymás javára. Azonban ez egy önbecsapás, hiszen hogyha megnézzük a kutatásokat és a 14-es választásnak a tanulságait, akkor az látszik, hogy hiába fogna össze az ellenzék a Jobbiktól az MSZP-ig, nem lehetne összetenni ezeket a szavazókat. Egy jobbikos szavazó nem fog leszavazni az MSZP-s jelöltre, és fordítva is ez teljesen igaz. És ebben az esetben ugyanazt látnánk, mint 2014-ben, amikor az magukat kormányváltóknak nevező formációk még januárban 35%-on álltak, és a választás estén jóval 30% alá besüllyedtek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.